Nemrég jelentették be a Black Myth Wukong című játékot, ami nagyon epikusnak néz ki, de nekem valahonnan ez a cím már ismerős. Hát azért, mert nekem már megvan a visses változat. Még régebben vettem meg, mert egy platformer játékról van szó, és az ennek a csatornának az otthona. És ahogy látjátok, a karakter kinézet, meg a fegyverzet is hasonlít arra, ami jön majd az epikus formába. Szóval úgy döntöttem, hogy platinázom ezt a játékot. Egy ilyen pályaválasztó helyzet adott nekünk először a játék, és 8 darab pálya van az egész játékban. Ez egy 3D-s platformerről van szó, van sima ugrás, nincsen dupla. Van egy pörgés képességünk, ezzel lehet támadni. Aztán van egy ilyen lefelé támadásos, hát a bottal így lehet támadni. Illetve el lehet dobni magát a botot előre is, sőt, hogyha rajta tartjuk a gombját, akkor ott marad egy kicsi ideig, és aztán jön vissza hozzánk, bárhol is vagyunk, visszajön, mint egy ilyen bumerány. 8 pálya, mindegyikén valami kis érdekesség található a játékmenetbe. Például itt ezek a libikókák, ezek a mozgások, amik hát ugye nem nagy extrák, de hát hogyha egy első játékról van szó, vagy nem tudom, hanyadjára fejlesztették ezt, azért ezt is el kellett készíteni. Kettő fajta gyűjteni valónk van, amire figyelni kell. Az egyik a tekercsek, amik a bal felső sarokban láthatóak. Ezeket a pályán lehet megtalálni, illetve vannak még ilyen sárkányos figurák, amiket szintén ugye meg lehet találni a pályán, mint például ez, csak ugye én már megszereztem ezt. 3 darab van a tekercsből és 3 a sárkányból is. Emellett még érméket is lehet gyűjteni. Az érmék gyűjtése az életet adja, tehát ha 100-at összeszedünk, akkor ad egy plusz életet. A gyűjteni valók nincsenek nagyon úgy elrejtve, egész egyszerűen meg lehet találni őket. Ugye ez olyan útmutatót nem kellett használnom, mert hogyha úgy szétnézünk, akkor meg lehet találni a tekercset is, meg a sárkányt. Úgyhogy ezt a 8 pályát, ahogy végigjátszottuk, úgy nagyjából feloldottuk a trófeák nagy részét. Viszont volt néhány olyan trófea, ami kérte, hogy újra játszunk bizonyos feltételek mellett egy-két pályát. Például, hogy úgy teljesítsünk egy pályát, hogy az összes vázát összetörjük, és itt volt egy ismerős dolog, amit mondjuk én a Crashből tanultam meg személyesen még a PS1-es korszakba. Vannak olyan rejtett dolgok, amiket úgy találunk meg, hogy a kamera felé jövünk, és például az összes váza összetörés az ezen a pályán volt feladat, és így lehetett megszerezni. Ez azért jól esett. Nem hiába tanuljuk már a platformer játékokat mióta. Volt olyan trófea is, hogy egy pályát úgy kell teljesíteni, hogy egyszer sem sebződünk meg, de ami a legtovább tartott, hogy ki grindoljon, farmolja.